Humorával, kiváló tehetségével és különlegesen energikus egyéniségével évtizedek óta lenyűgözi a közönséget. Szinte mindenki ismeri Esztergályos Cecília védjegyévé vált, és már ki sem tudom mondani, mert erre koncentráljuk, hogy eddig, de hát ezt halljuk, hogy is van. Így van. Jó reggel. Jó reggel kívánok. És hát Isten éltesse. Köszönöm szépen. Hogy érzi magát? Jól, köszönöm. Születésnap? Születésnapomon. Jól érzem magam. Köszönöm szépen. Ahogy ide bejöttél már, az egy nagyon boldog szülinapot köszönöm kívánom. Köszönöm szépen. Júj, megfogta. Nem baj, majd letöröljük. Jó. Ez lesz az én védjegyem, tudod. Köszönöm szépen, köszönöm. Akkor én végeztem. Csak így levegőben. Köszönöm szépen. Hogy lesz az ünneplés? Hát sok helyre vagyok meghívva, de tegnap kezdődött, egy olyan meglepetés előadás volt, ami a Körúti Színház égisze alatt a Mód és Herold, és egy olyan fogadtatásban és egy olyan ünnepben volt részem, amiben még soha életemben nem volt. Elkezdődött az előadás, és Galambos Zoltán, aki az igazgatója ennek a színháznak, ő hónapok óta készül erre a társulatával, hogy engem meglepjenek, tehát elkezdődött az előadás, és amikor én megszólalok először, hogy bocsánat, nem lát itt valahol, egy óriási tapsot kaptam, és mondom magamban, hogy hú, de jó lesz itt játszani, mert akkor, ha ilyen jó a közönség, hogy rögtön így tapsolnak, akkor nagyon jó lesz az egész előadás. De nem hagyták abba a tapsot. Mondom, azt hiszem, hogy meghűltem. És akkor nézem a partneremet, Lipták Pétert, ő meg nevet nagyon édesen, és legugol hozzám, mondom, ez nincs a darabba, akkor mi van itt? És akkor kiderült, hogy meghívott vendégek voltak. És úgy voltak meghívva az egész ház, úgy a Vigyázó Sándor művelődési házban volt, hogy tehát nem az előadásra, nem a Mód és Heroldra, hanem hogy Esztergályos Cecíliának az ünneplésére. És zsúfolva voltak, 100 000 ismerős, annyit bőgtem, hogy hát bedagadt a szemem, az rendben van, de reggel nem nyílt ki, és, de azért már most már nyitva van, hogy tehát... Tegnap kezdődött ezzel az óriási ünnepléssel, és tényleg úgy beszéltek velem, és úgy beszéltek rólam, és úgy olyan volt a műsor, Bodrogi Gyula, Koncz Gábor, Zöld Csaba, Balú fellépett, és rengetegen léptek fel, hogy ne sértsek meg senkit, majd eszembe jut, hogy még kik voltak, és az egész Körúti Színház úgy ünnepelt, és a nézőtérről pedig a Familiából, meg a Karinti Színházból, meg mindenhonnan. És tényleg nem lehetett sejteni semmit ebből? Én semmit nem sejtettem. Tényleg egy sima előadásnak indult az este? Igen, csak azért nem értettem, hogy aki jött, értem, a partnerem, a Lipták Péter mindig elvisz engem, és mondom, hogy én egyedül elmegyek oda, Pesten van, nem én elviszlek, jó, elvitt, és akkor került, és nem értettem, hogy miért nem megyünk már, és akkor 14:30 értünk oda, mondom, gyerekek, hát én elkések, mert kezdem az előadást, de azért mindenkivel együtt öltöztem, mondom, gyerekek, menjetek már ki, de hát nem mentek ki, mert ők meg készültek arra, hogy köszöntsenek engem, tehát festettek, szépek voltak, és a nagyon erőltette Galambos Tamás, igazgatónak a fia, hogy vegyem föl a mikroportot, de hogy veszem föl, az első felvonás végén kell, de vedd föl, mert hát akkor nem lehetett volna, hogy televíziók is voltak ott, hogy felvegyék, amiket beszélünk meg, amiket ott történnek. Ma megyek különben tovább, majd este játszom az Új Színházban a Béres darabban, és több televízió már előre fölvett, és leadják a köszöntésemet. Úgyhogy ez nagyon meg vagyok hatva, és nagyon boldog vagyok, és nagyon köszönöm, hogy ilyen fontos vagyok másoknak. Hát nem véletlen, hiszen egy ilyen eddigi pályafutással, és még milyen utána. Hát reméljük. Hát ez nem, mire a legbüszkébb? Hát a jó Istenre, hogy a jó Isten ilyen jó hozzám.
erre vagyok büszke, de még azt elfelejtettem mondani, hogy teljesen meg voltam lepődve azon, hogy a vége volt az ünneplésnek, hogy mondom, de akkor kezdjük az előadást, nem kezdjük az előadást, mert ez az előadás, és itt van a két testvéred is. Hát én soha nem szeretem tudni, vagy meghívni őket, hogyha én játszom, mert akkor szégyellem magam. De örültem, hogy nem tudtam róla, és ott voltak a rendező, meg a nagy orvos is. Miért nem szereti őket meg? Hát azért, mert akkor nem vagyok jó. Akkor mert nem vagyok. Izgul még a mai mindig napig. Izgulok, de nem úgy izgulok, hogy jaj, hanem az a sok-sok bennem lévő érzés, ami mindennel eltölti és megtölti az életemet. Ha olyan ember van velem szembe, közeli rokon, testvérem, férjem, szerelmem, akkor én rossz vagyok. A család ki van tiltva az előadásokra? Ki van tiltva, bárki bármikor jöhet, nem kell, hogy elmondja, hogy ott volt, ha nem tetszett. És a csípője hogy bírja? Mert hogy azért most mind volt a kettő életke, mind a kettőben mű van, innentől idáig. Hát ez is egy olyan ambivalens érzés, hogy szeretnék ugyanúgy élni, ahogy él, szóljatok, hogy álljak le. Ne, nyugodtan. Ne, nyugodtan, nagyon érdekes. Hogy ahogy eddig éltem, az elmúlt 78 évben, de nem tudok úgy mozogni, akkor szeretném elintézni azt, hogy kapjam ezt a parkolási lehetőséget, mert sok helyen nem tudok felmenni, tehát nem kell, hogy nagy emelkedő legyen, csak olyan, hogy nem tudom úgy emelni a lábam, mint régen, mert ez mű, ez is, meg ez is. De én sokat teszek azért, hogy tudjak ugyanúgy élni, ahogy az előtt. De mi a jó, hogy ez az előadásokban nem zavart téged? Tehát, hogy ma este is mész az új színházba, de nem csak, úgy tűnik. Csak az van, hogy például este a Mici néni két életében táncolok. Hát akkor úgy csinálok, mintha táncolnék. Meg hétvégén megyek Egerbe két előadásra az Operett gálával, ahol én vagyok a vendég, ahol én vagyok a cuppanó, és ott is olyan gyönyörű ruhákat azt mondja, hogy mi a címe? Monarchia gála. Monarchia Operett gála. Felkértek rá, és a gyönyörű ruhákat, bocsánat, ide leteszem egy kicsit, a ruhákat rángatom, és akkor nem lehet látni, hogy én... érdekes, hogy úgy csinálsz, mintha táncolnál. Mintha táncolni. Hát ez a színészet. De ez lélektanilag nem úgy van, hogy amikor egy színész felmegy a színpadra, akkor az összes fájdalma, problémája, mindenem megszűnik. De így van. De nem lehet, most fölállok, mert elmagyarázták, hogy az orvos, aki engem operált, isteni orvos, azt mondta, hogy kiugrik. Aha. Tehát keresztben nem szabad, nem keresztben, volt még ilyen. Keresztben rakom, de volt. Tehát az, hogy egyenesen nem lehet lehajolni, csak úgy, mintha az ember pucsintana. Elárom neked, hogy én is így hajok le egyébként. Ilyen pucsítással. Tehát a hátrány, de örülök, hogy élek. Hát 75, és reméljük, hogy még megy tovább. És nagyon sokat játszom, hála Istennek. És jó lenne, hogyha, nem mondok semmit, hogyha... Ha még? Nem, hát hogyha ide kapnék egy... kitüntetés. Hát igen, Jászai Mari díj az van már. Jászai érdemes, így kiváló. Van, így van. És mim nincs? Kossuth. Na látod, hogy tudod Kossuth? Te. Ugye ezért mindig fordítva volt bekötve. Van is igen, egy mondás, hogy van. Járatlan utat. Igen, járatlan utat jártér, el ne hagyd, én mondom. Én mondom, mert azt mondja a mondás, hogy igen. A járatlanért. Ezt a balettintézetben hogy viselték? Mert hogy ott azért sehol nem viselik jól. Aki szeret engem, az azért szeret, mert így vagyok bekötve. Aki nem szeret, az ezért nem szeret, de arra nem szabad odafigyelni. Hát de sok férfi is szerette. És sok férfi akart, jelen, és vett, és, fele, és szereti igen. Is, bocsánat, hát a drága férjemmel 33 éve élünk együtt, hát az már nem semmi. Igen. Hát és nem ő az első? Nem ő az első. De mi kell ahhoz, hogy ennyi ember akarja feleségül venni? Hát mi a szeretet, hogy belőlem az árad, és én meg, hogyha rám néz valaki,
kedvesen, így, ahogy néztek, akkor rögtön már össze is bútorozunk. Hát nagyon szépen, Köszönjük. Nagyon boldog. Azért családilag jut idő, vagy az tegnap volt az ünneplése? Mert hogy ma este egy színház van. 29-e, holnap is játszom, holnap után is játszom, hála Istennek. És 29-én lesz ünneplés, jól van. 29-én és 31-én. Jól van, jól van. Boldog születésnapot. Köszönjük szépen. Köszönjük.